szerettük őt. Mit szerette Kádár Jánosban? Hát az eszméjét, meg ami az embereket tesz. Kisebbek az a 300, tehát így eddig, és a nagyok az 500. De hát ez már majdnem kapitalizmus, nem? Már miért lenne kapitalizmus? Hát pénzért árul dolgokat. Nem áruljuk, adományként. Itt az adományos doboz. Ezt is tessék ám venni. Sokan az Orbán rendszert a Kádár rendszerhez hasonlítják. Ugye itt van a rezsicsökkentés, a mindennek a központosítása. Ha Orbán Viktor azt mondaná, hogy nincs randi, kijelentené. Ha kijelentené, hogy ingyen lakásod a fiataloknak, ha kijelentené, hogy munkalehetőséget biztosít minden fiatalnak, nem közmunkaprogramba, hanem megfizetett közmunkaprogramba, vagy akárhogy. És nem csak a nyugati cégek aláraknál pénzt, hanem a magyar kisvállalkozók és középvállalkozók aláraknál pénzt, akkor azt mondanám, hogy Orbán Viktor talán megcsokolhatná Kádár János szívőjét. Az, hogy őt mondják a gyilkosnak, azok a gyilkosok, akik őre azt fogják, hogy gyilkosok. Ő nem úgy értékeli, hogy ez egy diktatúra volt 89 előtt? Nem. Pedig én 45-ös vagyok, és nem úgy értékelem. Voltak rossz helyzetek, de erről nem a kormány tehetne. 50-es, a langyos, lángos, mi lesz velünk, Kádár János? 50-es, a langyos, lángos, mi lesz velünk, Kádár János? Szerinted kilophatta el Kádár János koponyáján? Ez egy érdekes. Fidesz esetleg? Há. Abból dolgoznak? Az nem lehet? Azért. Szerintem ez egy kegyeleti kérdés, ebből ne csináljunk viccet. Vagy valami fanatikus gyűjtő rendelésére, vagy pedig tényleg politikai provokáció. Sokan Kádár János rendszeréhez hasonlítják Orbán Viktorét, a rezsicsökkentést, a központosítást. Köszönöm, viszonyban sincsenek egymással. Pedig ő is a keményen dolgozó kis emberekére. Igen, nézze, én is mondhatom azt, hogy el fogok menni jövő héten a Maldív-szigetekre nyaralni. Mondhatom. De nem megyek el. Elképzelőnek tartja, hogy esetleg a Fidesz vitte, hogy abban dolgozzon? Nem, de lehet. Nekem minden Fidesz. Elbírta az MSZP is. Elég szomorú dolog, és a baloldalnak hibáknak tartom, hogy abba hagyta, hogy nem nyomozott utána, nem el lehetett volna időbe fogni. Hát itt volt olyan, aki azt mondta, hogy lehet, hogy az MSZP lopta el direkt, azért provokáljon. Hát azért nem mondok semmi biztosan. Akár az akkori MSZP vezetés, hogy beijessze a hagyományos baloldali értéket képviselő embereket, és azért is szavazzanak a jobb oldal ellen, hogy úristen, mi történt. Jobbiket is mondanom, hogy el is ellophatta. Elvileg mit én mondanak, Ábor is kijött, de hogy kikaparta. Na, de a humor kedvéért mondom, azért mondom, mert mondta azt, hogy kinek vált érdekében. Sose lehet tudni. Ezt lehet, hogy egyik se vitt el. Lehet, hogy meg is. Hát kár, hogy már nincsen ISIS, mert mondhatnám, hogy az ISIS volt az, aki feltörte. Mert ők mindenkit lefejeznek, mert innentől kezdve a fejem már megvolt, akkor elviszem a fejét, mit tudom én. Ha már nem tudom én lefejezni, érti? Szóval egy humor kedvét, érti a logikát. Sokan az Orbán rendszert a Kádár rendszerhez hasonlítják. Ön erről mit gondol? Hát, erről most még nem tudok nyilatkozni, majd kiderül. Hát ugye a rezsicsökkentés, a mindennek a központosítása, igen. Gyakorlatilag egy párt van, a többi az nem nagyon látszik, tehát nagyjából, mintha hasonló lenne a helyzet. Ön erről mit gondol? Hát, erről most nem nyilatkozom. A Szent István királyból mi van meg? A Szent Jobb. Na, és Kádárból megvan a munkás bal. Szent Jobb meg a munkás bal, ez egy normális államnak a alapja lehetne. Munkás ugye? Bal? Hát így van, a bal kezem, még gondolom, benne van a sírva, nem? Nyugdíjasnak nincsen lángos, nem segít.